A figyelő 2015-ben találta ki, hogy minden évben megválasztja az év emberét. Először Hosszú Katinka, után Dernyás Sándor volt a jelöltünk. És az idei évben úgy történt a választás, hogy a Top 200 konferenciánkon és gálánkon osztottunk szavazólapokat a magyar vállalatvezetőknek. Ebből nagyon sok szavazat beérkezett, jó néhány Boks Erikre. Voltak más szavazatok is, és a szerkesztőség döntötte el utána körülbelül 2-3 kiemelkedő jelölt közül, hogy kikapja a díjat. Nagyon örültünk ennek a választásnak, vagy ezeknek a szavazatoknak, mert azt gondoljuk, hogy Boks Erik, illetve a Richter Gedeon egy olyan tisztességet, minőséget, jó értelemben vett konzervativizmust képvisel a magyar gazdasági életben, ami mindenképpen példamutató. Ugye maga Boks Erik hát szinte egész életét a gyógyszeriparban és a Richter Gedeon, illetve annak előd intézményeiben töltötte. Ő vezette be a budapesti értéktőzsdére a vállalatot, egyfajta stabilitást jelent a cég élén, de hogyha fontos módon reagálni kellett a környezet kihívásaira, azokra is mindig alkalmas volt. Két ilyen nagy lépést mindenképp kiemelnék. Az egyik az, amikor akvizíciókkal, vállalatfelvásárlásokkal is terjeszkedni kezdett a Richter, illetve azt, amikor generikus gyártóból, vagyis más gyártóknak a termékeit lemásoló gyártóból az originális termékek felé is el tudott lépni. A legismertebb saját terméke a Cariprazin, amit már Amerikában is a gyógyszerhatóság engedélyezett.